A győri Tömbő Dávid 2 éve indul a világ egyik legkeményebb extrém akadályfutó viadalának tartós partner részversenyein. A feladat nem egyszerű, komoly felkészülést igényel. Ez egy akadályfutó verseny, annyit kell róla tudni. Minden szélsőséges körülmények között terepen végezzük ezt a versenyt. 3 szintből áll. Van egy sprint, ami 5 kilométer pluszos, mindig úgy írják meg a szabályokat, hogy igazából a kilométerben is pluszot raknak mellé, és az akadályokban is pluszot. Van egy 5 kilométer pluszos, ez 15 akadállyal tarkítják a versenyt. Van egy 13 kilométer pluszos versenyünk, ez a szuper, és van egy bízt, ami 20 kilométer pluszos, itt több mint 30 akadály szokott lenni. Az akadályokban igazából mindent el lehet képzelni, vizes akadályok, vizes árokból kötélmászás, falakon átugrás, teljesen kihasználják a környezeti viszonyokat, mindent, a hely adottságait, éppen ahol rendezik a versenyt, és nagyon szélsőséges körülményeket biztosítanak nekünk a versenyen, és ezekre kell igazából felkészülnünk. A Spartan Race versenysorozatot Európában régiókra osztották. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország került egy körbe. Itt rendeznek versenyeket, és a legjobban teljesítők juthatnak ki a világbajnokságra, ami ezúttal az Egyesült Államokban lesz. Magyarországról az eredményeik alapján 5-en szereztek jogot erre, 2 nő és 3 férfi. És hogy mi vár az indulókra? Nem tudom, hogy mire számít, csak megmondom őszintén. Ez egy téli olimpia helyszínén lesz, és ez egy olimpiai falu igazából, Lake Tahoe. San Francisco-tól 3 órára lesz, igazából ott fogunk majd landolni a géppel, és én úgy gondolom, hogy rengeteg szintkülönbség emelkedés, akár sípályákon való, tehát síugrósáncokon való felfutást is bele fognak tenni. Tavak vannak a közelben, tehát itt bele fognak vinni minket mindenbe. Nagyon nagy súlyokkal kell igazából dolgoznunk a verseny alatt, cipelni őket kilométereken, 500 métereken keresztül. Igazából minden. Nagyon, nagyon változatos akadályok vannak, itt már rámennek a mentális felkészültségre is, tehát igazából úgy mondom, hogy szét fognak szedni minket. Dávid a világbajnokságra szeptember 27-én indul, és október 1-én áll rajthoz. Terve az, hogy kihozza magából a maximumot, és a másik 2 magyar férfi versenyző közül legalább egyet megelőzzön.